A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket a Nálatok Mizut látják. Azok a nézőink, akik követnek minket és rendszeresen nézik a műsort, azok tudhatják, hogy nyári szünetről térünk most vissza egy friss adással, és úgy gondoltam, hogy nem lehetnek mások a vendégeink, mint állandó vendégeink, akikkel azért időről időre összejövünk és találkozunk, és végre tudunk egy kicsit kötetlenebb formában beszélgetni. Úgyhogy a mai műsorban ismét nagy szeretettel köszöntöm Lengyel Zsófiát, aki a Város Esélyegyenlőségi Referense. Örülök, hogy itt vagy. Én is, és köszönöm a lehetőséget, meg üdvözlöm a nézőket is, és mindenki. Itt van velünk Torony atya is. Üdvözlök én is szeretettel. Mindenkit. Sok mindenről fogunk majd beszélgetni, és örülünk, hogy jó egészségnek örvendez. Igyekszem. Erre a gyógyulás útján, hogy ilyen szépen fejezem ki magam, úgyhogy köszönöm. Keller János színművészünk is itt van velünk. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, illetve benneteket is, és jó újra találkozni. Itt van velünk Székesfehérvár polgármestere, dr. Cserpakovics András is. Köszönöm, hogy eljöttél és időt szakítottál ránk. Szerintem mi köszönjük a meghívást és a lehetőséget, mindig jó beszélgetni, és én is szeretettel köszöntöm a tévé kedves nézőit. Na hát nagyon örülök, hogy itt vagyunk. Ugyan általában ez a műsor az úgy szokott lenni, hogy azért a ti időtökhöz hozzá viszonyítani egy kicsit nehézkes, de azért ez már június óta egy fix időpont volt, és hál' Istennek összejött. De hát nagyon elfoglaltak vagytok. Szeretném, ha a mai műsorban egy kicsit átvennénk majd azt, hogy mi történt veletek az elmúlt fél évben. Ezt jó alaposan. Már bevallom, hogy, és ezt már mondtam a Janinak így a műsor előtt, hogy miután ismerjük egymást, és mondjuk valakivel sokszor találkozunk, valakivel kevésbé, de jóban vagyunk, mégis alig tudjuk, hogy mégis mi történt veletek, mondjuk sok mindenkiről nem tudom, hogy mi történt az elmúlt fél évben, részletesen. És akkor ilyenkor jön az, hogy Facebook a jó barátunk, visszagörgetek. És hát így most délelőtt így mindegyőtöket visszanéztem, mondtam, hogy mikor érünk már a januárhoz. Tehát, hogy mindegyőtöknek annyi minden történt a fél év alatt az életében, én azt gondolom, hogy itt bőven lesz miről beszélgetni, de mindenek előtt most beszéljünk arról, hogy nálatok Mizu most. Jó, most egy kicsit arról beszélünk, hogy a jelenben most mi történik veletek, Zsófi. Először is ne haragudj, hogy nem adom át a szót, de most kell megragadjam az alkalmat, hogy a 30. születésnapodra, bár a 8 napon már egy kicsit kívül esünk, de most volt augusztusban, sok szeretettel gratuláljak, és beszéljünk majd egy kicsit erről is, jó, hogy mivel leptek meg téged, mert láttam, hogy nagyon látványos szüli napod volt. Az biztos, igen. Köszönöm szépen a jó kívánságot. A nálam Mizuval kezdjem, vagy a szülinapi beszámolóval? Ahogy gondolod. Hát nálam Mizu, még amúgy szülinapi láz van még mindig. Én nagyon készülök a szeptemberre és a szeptemberi hajrára jelenleg, ugyanis most majd egy hétre elmegyek egy kicsit pihenni, ez az egy hetem van igazából így a nyárból, amikor egy kicsit kivonom magam a forgalomból és pihenünk egyet, és szeptembertől pedig teljes új lendülettel belevágok mindenbe és mindenbe is. Természetesen az önkormányzati munka elsődlegességeként nagyon szeretnék majd az esélyegyenlőségre még jobban így hangsúlyt fektetni a városban. Vannak ilyen tervek, illetve hát reméljük, hogy minél több iskola fog majd minket vendégül látni, reméljük, hogy a járványhelyzet is ezt fogja engedni. Emellett egy nagyon nagy újdonság az életemben, hogy a Veszprémi Színháznak a munkatársa leszek 4 órában, ez egy másodárás jelleg. Nagyon testhez álló feladat, ugyanis marketinges leszek, én fogom készíteni a színházban az interjúkat az online felületekre. Nagyon várom, nagyon izgatott vagyok, ez egy nagyon új vonulat lesz ugye az életemben, utazással és kihívásokkal, kalandokkal, és hát most már elárulhatom, hogy a végéhez kezd végre érni az egyesületemnek, a saját kis egyesületemnek a megalapítása is, úgyhogy na, nagyon mesélj egy picit, mi lesz minden. Ez? Ugye az a mottom, és erre építem fel a social médiámat is, legalábbis nagyon igyekszem, hogy minden ember képes, és mindenki egy kicsikét másképp képes. És az egyesületem neve ehhez mérten természetesen mindenki képes egyesület lesz, és élményt mindenkinek. Nagyon remélem, hogy így a civil szférában, a városban egy új kis színfolt tudunk lenni, és minél több élményt, programot, kirándulást,
egy kis klubhelységet tudok biztosítani azoknak a sorstársaknak, akik szeretnék egy kicsit színesíteni az életüket, és minél több kalandhoz, élményhez jutni. Azt gondolom, ez az egyik legnehezebb fogyatékossággal élőként, hogy mindenféle dolgokat ki tudjunk próbálni akadálymentesen. Ez nagyon jó. Ez milyen szépen hangzik, hogy színesíteni a sorstársak életét. Csak így ez a kép ragadott meg, hogy így, nem tudom, hogy kell jól mondani, hogy látássérült, ugye ez most igen, a hivatalos elnevezés, mert ez mindig változnak, ez mindenféle elnevezések. Bizony, igen. Itt akkor látássérült, ezt kell mondanom veled kapcsolatban, ugye, hogy, hogy látássérültként így fogalmazol, hogy színesebbé tenni az emberek életét. Ezt, igen, ez még Mottónak is jó, igen, most ugye ezt így kiragadtuk. Tényleg szó szerint erről van szó, tehát például nekem ugye megadatik, hogy motorozhatok, és emiatt tudom, hogy ez mekkora élmény tud lenni egy látássérültnek, aki mondjuk, ráadásul tegyük fel, teljesen vak ember, nem lát ugye semmit a világunkból, csak a feketességet, és ráültetjük egy ilyen gépre, természetesen biztonságos körülmények között, és kipróbálhatja, hogy milyen száguldani, repülni, szárnyalni ezzel a bizonyos eszközzel. Azt gondolom, hogy ennél színesebb élmény nem sok van. Úgyhogy ilyesmi programokat tervezek. Majd meg természetesen ezzel az egyesülettel is szeretnék azért az esélyegyenlőséggel, akadálymentesítéssel, érdekképviselettel is foglalkozni. Na és akkor a szülinapról is mesélj egy kicsit, mert hát a szülinap... egy kerekép évtizedes szám. Igen, bizony elértünk a 30-hoz. Hát egészen más terveim voltak 30 éves koromra, hogy őszinte legyek, de hát nem mindig úgy alakul az ember élete, ahogy ő ezt eltervezi és elképzeli. A szépkorú szüleim egy csodálatos szülinapot szerveztek számomra, illetve párom is ugye segítkezett benne. Hát itt is a járművek voltak hangsúlyban, ugyanis egy Hummerrel vittek a szülinapomra, nagyon régi álmom volt, hogy kipróbálhassam ezt az autót, beleülhessek, közelebbről megnézhessem szó szerint, és ez egy hatalmas élmény volt. Több mint 70-en vettek részt a szülinapomon, és ez azért is alakult így, mert itt Fejváron van egy szuper kezdeményezés, egy nagyon összetartó motoros közösség, és ők megleptek, 25-en jelentek meg motorokkal, és erről ugye videó is van fönt az interneten, hát én meghallgatom, és azóta is kiráz a hideg, és így imádom. Én annyira éltem ezt a dolgot, annyira élveztem, hogy hatalmas élmény és meglepetés volt. Illetve azért azt is hozzátenném, hogy az, hogy megjelentek az hangján, de voltak annyira, én azt szoktam mondani, hogy bolond gombák, de a szó jó értelmében, hogy még egy álombúkos isakra is összegyűjtötték nekem a pénzt, és ezt kaptam tőlük ajándékba. Úgyhogy nagyon-nagyon frenetikus élmény volt a szülinap minden téren. És láttam rólad egy TikTok videót, ahogy beültél, mondtad, hogy a fehér botra nincs szükség, bedobtad az autóba, beültél és beindítottad. Igen, igen, így van. Még jó, hál' Istennek, ki lehetett próbálni. Ugye rólam azt kell tudni, hogy nagyon szeretek vezetni, csak hát természetesen nem vezethetek legálisan, de hogy amúgy tudok és nagyon-nagyon szeretek, ez nagyon hiányzik az életemből, úgyhogy már van sok ilyen tartalom fönt az interneten, ahol biztosított körülmények között például teherautót vezetek, de most pont lesz majd ilyen autóval is újra. Ez igen, szép. Nekem meg mondjuk azt tetszik a legjobban tényleg, hogy mindent megpróbálsz megtenni azért, hogy semmiből nem maradják ki, és ez nagyon jó. És mindent. Én néha már irigykedek, hogy mennyi mindenben részed lehet, mert hogy tényleg nagyon színezni próbálod az életedet. Így van, így van. Most a Fejévári Honvédséggel akkor hagyd ragadjam meg az alkalmat. Most olyan terveink is vannak, hogy tankot vezessek. Egy újabb irigykedési repülő pont. Repülő lesz a legközelebbi? Lehet. A tanknál igazából ők nevettek nagyot, hogy tök jó, tulajdonképpen úgyis neki mehetek bárminek, én most a sérülök, meg tankban ülök, úgyhogy ez nem lesz veszélyes. Úgyhogy. Elmondom, hogy mely utcákat kellene felszállni. Jó, jó. Az aszfaltozást újra. Jó, kicsit érjünk akkor most Gábor atyára. Hát majd beszélünk a múltról, azt mondtam így a műsorunk előtt, hogy kicsit részletesebben szeretnék majd az elmúlt fél évünkről beszélni, de most beszéljünk a jelenről. Jól nézel ki, úgy látom, hogy jól vagy. Nálad, Mizu? Folyamatosan gyógyulok, legalábbis én ezt érzem magamban. Ugye, ha csak egy fél pillanat, és majd úgyis bővebben beszélünk, hogy húsvét után volt egy ilyen kis kényszerpihenőm, és aztán most abban mindenki próbált korábban is, meg most is, ha a jelenemre nézek, most is kímélni, hogy atya, még ne hagyd magad túl, meg túl sokat pöröksz, meg túl sok mindent csinálsz, úgyhogy ez most így meghatározza. Most már azt érzem magamon, hogy van elég erőm, energiám arra, hogy pörögjek, úgyhogy munkatársak képzésére készülünk, most a felolvasói körrel lesz majd egy lelki gyakorlatunk, majd Csobánkára megyünk,
meg a többi munkatársakat is próbálom, de most jár az agyom azon, hogy kivel, kinek mit és hogyan tudok segíteni ahhoz, hogy még jobb legyen a szolgálatában. Úgyhogy most leginkább talán ez határozza meg az életemet, meg hát a vágy, hogy volt egy jó kis nyaralásom, hogy esetleg valamikor egy ilyen őszülésre vagy őszülésre is elmenjek majd szintén egy hét kikapcsolásra. Úgyhogy egy ilyen energetizálódós állapotban vagyok most. Jó, erről a betegségről kicsit később beszélünk, mert szerintem én úgy láttam a te oldalaidon, vagy platformjaidon, most már így kell mondjam, mert hogy na mindegy, szóval, hogy mindenkinek podcastja van, mert minden erről is fogunk beszélni. Tehát, hogy rengeteg mindent csináltok, és látom, hogy nem rejtetted véka alá ezt a dolgot, mert hát nyilván szeretnéd a tapasztalataidat átadni, és másoknak is esetleg ezzel felhívni a figyelmet arra, hogy figyeljenek magukra. Igen. No, erről majd még akkor beszélünk. Jó, szíves. Jani, hát nagyon örülök, igen, hogy itt vagy. Én is. Nálad most mi újság? Hát tulajdonképpen, miközben jöttem az úton idefelé, azon gondolkoztam, hogy muszáj elmondani, szerintem karácsonykor is elmondtuk, hogy kicsit legyünk hálásabbak dolgokért. És hogy tulajdonképpen, amióta visszaállt a normális kerékvágás a színházban, és újra dolgozhatunk, és tulajdonképpen januártól megállás nélkül egyik bemutató után jött a következő, egyik próbaidőszak után a másik, és aztán hála Istennek jöttek még a fellépések is, és egyéb más elfoglaltságok, hogy én végtelenül hálás vagyok, hogy végülis azt csinálhatom, amit szeretek. És hogy lehetőségem van ebben a városban kiteljesedni szakmailag, és hogy mennyire fontos minden egyes találkozás, mennyire jó, hogy megadatik az, hogy van például a királyi napok, ahol találkozhatok rengeteg emberrel, volt nézővel, leendő nézővel, tehát nagyon-nagyon sokféle emberrel, aki szeret kommunikálni, én is szeretek kommunikálni. Beszéltünk a színházról, az életről, és hogy ez milyen áldott állapot tulajdonképpen, hogy ez megadatik. És hogy visszapörgetve az előző két nyarat, amikor kínlottunk és szenvedtünk, hogy nincs radás és nincs fellépés, hogy nem sokat pihentem most a nyáron, de egyáltalán nem bánom. Tehát tulajdonképpen most úgy érzem, hogy sokkal több energiát kapok a sok munka által, és sokkal jobban érzem magam attól, hogy folyamatosan van mire készülni, hogy tanulni kell, hogy új feladat, új szerep, új fellépés. Tehát tulajdonképpen én teljesen jól vagyok, és én csak azért imádkozom, hogy ez maradjon így. Mm. És hogy ez ebből ne kell már többet soha elengedni semmit. Én amikor együtt vagyunk így öten, és beszélgetünk, akkor mindig azt látom rajtad, meg azt érzem, hogy mindig átértékeled újra a dolgokat. És ugye beszéltük itt ketten egy kicsit külön még a műsor előtt, hogy azért itt a 20-as évre visszagondolva, amikor azt láttuk, hogy mindenünk megvan, illetve nem láttuk, pontosabban nem láttuk, mert volt egyfajta életünk, és aztán utána ugye jött, ami jött, meg most, ami van, és egyszerűen visszagondolunk arra, hogy úristen, de jó életünk volt nekünk 20-ban, és hogy kevesebb volt a problémánk, igaz? Tehát, és igen, mindig kellett minden természetes alkalmazkodni. Volt. Tehát természetes volt, hogy minden rendben van, minden megadatott. Most szerintem ez az időszak, ez pont talán arra is hívja fel a figyelmet, hogy kicsit értékeljünk át a dolgokat, és gondoljuk újra, hogy ami van, az van, és annak is lehet örülni, és persze lehet vágyakozni, hogy még jobb és még jobb legyen, de mégiscsak vannak dolgok az életünkben, amiért hálásak lehetünk, és szerintem ezt soha nem szabad elfelejteni. És nem lehet természetesnek venni semmit sem, sem egy emberi kapcsolatot, hogy az működik magától, a családon belül, családon kívül, barátok között, munkatársak között, ha csak például erre gondolok, hogy például az is milyen áldásos állapot, ilyen emberekkel találkozol, vagy dolgozhatsz, akikkel közösen tudsz gondolkodni bizonyos dolgokról, akár az életről, akár a színházról, bármiről. A városról. Úgyhogy én valóban ezt jól gondolod, hogy én mindig újra és újra gondolom a dolgokat, és átgondolom, és megpróbálom levonni belőle a tanulságot, illetve, hogy mi az, amit még tanulnom kell, mert abban biztos vagyok, hogy életem végig tanulni fogom nem csak az életet, hanem a szakmámat is. Majd erről a tanulásról még beszélünk később, mert hogy ugye közben lett egy friss diploma is, hogy beszélünk róla. Kicsit méltatlanul hátrahagytunk itt a sorban, de szerintem én nem bánod. Én úgy érzem, hogy nem bánod annyira, mert te is már túl vagy ma egy közgyűlésen, úgyhogy eleget kellett ott gondolom beszélni. No, hát nálatok, Mizu.
zajlik az élet, és amikor azt mondtam, hogy végigpörgettem a Facebook oldalatokat, nyilván nálad volt a legtöbb poszt és a legtöbb esemény, de mondjuk te inkább a közéleti dolgokról beszedesz. Igen, ott szándékosan még hosszú-hosszú évekkel ezelőtt a közéleti pálya kezdetén megfogadtuk feleségemmel, hogy a családot legkevésbé beengedni a közéletbe, úgyhogy gyerekekről gyakorlatilag egyáltalán nincsenek posztok, képek az én hivatalos oldalaimon, és Edinával is csak nagyon-nagyon régen mutatjuk így meg közös életünket, mert hogy ezt próbáljuk egy kicsit pont a gyerekek védelme érdekében amennyire lehet a háttérben tartani. Nyilván azért nem New York nagyságú városban élünk, tehát meg ezzel a névvel ugye a gyerekek viszonylag nehezen tudnak észrevétlenek maradni, de a közösségi platformon így kevésbé jelenik meg. Családként, hála Istennek, minden a legnagyobb rendben van. Ami most különleges esemény volt a mi életünkben, hogy itt, ahogy megy gyorsan az idő, így azt vettük észre, hogy a legnagyobb gyermek az érettségizett, ballagott és felvételizett, és most már egyetemista, pontosabban beiratkozik 2 hét múlva az egyetemre. Ami persze az egyik oldalon óriási izgalom volt a családok életében, aki már volt ilyenben, vagy benne volt akár most ebben a felvételi időszakban, azt szerintem vissza tudja igazolni, hogy sokkal jobban izgul a szülő a gyermekért, mint amikor én visszaemlékszem, hogy mennyire izgultam én saját magamért az érettségi, kivéve matek érettségi, ott nagyon izgultam, de amúgy egyébként valahogy az ember ezt akkor nem így fogta föl, most nagyon-nagyon izgultunk, de szerencsére minden a legnagyobb rendben van. Most várakozással tekintünk a következő hetek elé, hogy milyen az, amikor az ember gyermeke iratkozik be egy egyetemre, de szerencsére mindenki jól van. És hát itt a 30 évre, egyrészt nyilván Isten értesse Zsófit nagyon sokáig. Köszönöm. Itt biztos van valami matematikai tévedés, tehát szerintem elszámolták egyébként. De hát még én is nagyon-nagyon fiatal, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon szép életkor. Bár én eddig azt tapasztaltam, beleértve a mostanit is, amikor már én egy kicsit más kerek évfordulóhoz közeledek, hogy minden életkornak szerintem megvannak a maga szépségei, ha azt meg tudjuk élni. Tehát én egyelőre nem érzem úgy, hogy hú, most akkor ez történt, és akkor már pánikba kell esni, hogy az A oldal, B oldal, ahogy szokták mondani. Először is ezt nem tudhatjuk, ezt... Már lehet, hogy rég a B oldalon vagyunk. Majd eldöntetik, de szerintem mindig, minden időszaknak megvan a maga szépsége, és abszolút csatlakoznék Hanoshoz abban, hogy ezt meg kell tudnunk találni. És persze most is sok nehézségről lehetne beszélni, de közben megvan annak a dolognak a másik oldal. És azért ne felejtsük el, hogy egy egészen tragikus dolog történik a pandémia után is, hiszen a pandémiára se számíthattunk, nem tudtuk, hogy lesz majd egy ilyen, és ez mennyi korlátozást jelent az életünkben. De hát közben zajlik egy háború, kitört egy háború, és hát valaki azt mondja nekem egy éve, hogy Európában még mi meg fogunk élni egy háborút, azt biztos nem tartottam volna teljesen normálisnak. És sajnos mégiscsak megtörtént, és tőlünk néhány száz kilométerre van ez a gyalázat, és ennek látjuk akár a menekülteken keresztül a mindennapokban a hatását az ottani családokra is. És ők látjuk, hogy élnek itt a városban, és próbálunk nekik nyilván mindent megadni, de az mégis az otthonuk. És mégis ide kényszerültek gyerekek, szülők, nagyszülők, hölgyek, ami egy nagyon-nagyon nehéz élethez. És ehhez képest a mi problémáink azok valójában hol vannak. De azt is látjuk, hogy a következő hónapok nem lesznek egyszerűek. Szerintem az energia, a gáz, mindenki érzékeli, hogy bizony, ami a világban zajlik, az nem teljesen hatástalan, és az nyilván elérkezik Magyarországra, Fehérvárra is. De valahol mégiscsak közben megtelt élettel a város. Szerintem már tavaszra is igaz volt ez, a nyára különösen, királyi napokra még inkább. És hogyha ezekben megtaláljuk az emberi kapcsolatokat, az emberi találkozásokat, adott esetben a hitünkhöz kapcsolódó kötődéseket, a gyönyörűen felújított bazilikára rácsodálkozunk, hogy mit alkotott az ember közel 300 éve, és azt most hogy tudtuk az egyházmegyének köszönhetően gyönyörű módon rendbe tenni a mostani mesteremberek, művészeknek a segítségével. Leülünk egy padba, és csak körbenézünk, egy kicsit elcsendesedünk magunkban is, kilépünk egy picit a világból. Igenis megvannak ezek a szépségek, és szerintem a nehéz időkben még inkább muszáj, hogy megtaláljuk ezek a kis fogódzókat. És szerintem erről is szólt ez a néhány hónap. És itt most olyanokkal ülünk és beszélgetünk, akik maguk is a saját hivatásuk vonatkozásában sokat tesznek ezért, hogy az emberek egy kicsit így fogják föl a mindennapi nehézségeket. És persze az létező,
nehézség, de azért mondjuk a dél-európai emberekre szerintem néha irigykedve nézhetünk, akik mindentől függetlenül, éppen mennyire nehéz, mindig mosolyognak, jókedvűek, néha egy kicsit harsányak, és még azt keresik, hogy abban a pohárban hol van az a dolog, ami egy kicsit máshogy teszi a viszonyítási alapokat. Úgyhogy szerintem erről is szólt ez az elmúlt néhány hónap, és ez a mögöttünk lévő néhány nap, ugye amikor most zajlik a felvétel, akkor még benne vagyunk a királyi napokban, amikor már adásba kerül, úgy tudom, mögötte leszünk, vagy mögöttünk lesz ez a másfél hét, de hát szerintem ez is nagyon sok szépséget adott sok-sok embernek, köszönhetően azoknak, akik ebben nagyon sokat dolgoztak. Mindenképpen szerettem volna egy nagyon picit, tényleg röviden beszélni erről, amit már most boncolgattál kicsit, és kicsit rád nézek, hogy azért itt ugye túlestünk ezen a járványon, ami úgy látszik, hogy visszatér, és újra befolyásolni fogja az életünket. Közben itt van ez a háború, ami ugye a mi pénztárcánkat is ugyanúgy fogja érinteni, mint bárki másét, vagy tehát mindenki rossz helyzetben lesz, rosszabb helyzetben, mint jelenleg. Hogy 2020-ban történt valami, ami esetleg nem tudom. És akkor azért nézek rád, mert hogy sokan szerintem így nem tudták elképzelni, hogy lesz ilyen, meg nem tudják elképzelni, hogy lesz háború, és akkor ilyenkor mondjuk, hogyha hozzád fordulnak, akkor te mit mondasz, hogy a jó Isten ezt miért engedi? Meghúzom a vállamat, és azt mondom, hogy nem tudom. Tehát, hogy valahol a nagy tervében benne van az egész, de hát szerintem azt hiszem, azt gondolom, hogy azért furcsa nekünk, mert a saját bőrünkön érezzük, de hát akik 500 évvel előttünk, vagy nem tudom, 1000 évvel előttünk háborúkat, járványokat, ennél sokkal durvább járványokat, vagy sokkal durvább háborúkat éltek meg a hétköznapi ember szintjén, ugyanúgy megszenvedték, és nekik meg ráadásul nem is volt iradójuk, meg internetjük, hogy hamarabb értesüljenek, hogy mi történik körülöttük, hanem csak egyszer csak úgy rájuk zúdult valami szörnyűség. Tehát, hogy nekünk azt hiszem, hogy egyszer áldás, meg átok is az, hogy így gyakorlatilag otthon előttünk a képernyő, és mindent tudunk a világról, elvileg, bár az én saját összeesküvés elméletem mégiscsak arról szól ilyenkor, hogy csak azt tudjuk a világról, amit engednek, hogy tudjunk róla. És akkor, hogy vajon mit és hogyan ismerhetünk meg a nagy körülöttünk levő világ eseményeiből, történéseiből, hát valamit megpróbálunk összerakni belőle. De azt hiszem, hogy az sokkal fontosabb, amiről akár András, akár Jani beszélt, hogy a hétköznapi kapcsolataimban hogyan tudok benne lenni, akármilyen körülmény is van. És én azt gondolom, hogyha valami feladatunk lehet így mind négyünknek, bármelyikünknek a saját helyén, akkor talán az, hogy valahol abban segíteni az embereknek, hogy emberek tudjanak maradni. Áremelkedés ide, járvány ide, háború ide, és ki tudja még, mi van előttünk. Tehát, hogy nem tudunk semmit, nem látjuk a jövőt, az, hogy most holnap mi történik velünk, vagy milyen új dolog kerül bele itt a környezetünkbe, milyen hatás fog érni bennünket. És tulajdonképpen ezért nem tudom azt mondani, hogy hát a Jóisten, mert olyan jámbor lenne, és olyan szép lenne, hogyha most ilyen kenetteljesen elkezdeném mondani, hogy hát a Jóisten azt akarta ezzel, hogy... Mert lehet így is tekinteni rá, azt gondolom, hogy valahol az Isten akarta. Bennem azért azok a nagy kérdések, meg kétségek, amik mondjuk 2020-ban is felvetődtek bennem, hogy akkor volt egy, az elején, amikor az első nagy bezárkózás, meg nagy ijegység volt, egy ilyen nagy optimizmus, hogy na milyen jó, most az emberek mennyire elkezdtek egymásra figyelni, és hogy akkor hogy segítették az időseket, bevásároltak, akik egyedül voltak, nem hagyták magukra őket, ilyen-olyan civil kezdeményezések indultak el segíteni, és aztán, amikor nyáron kinyílt minden, akkor az egész így kipukkadt. Tehát, hogy volt bennem egy ilyen, eleinte egy ilyen illúzió, hogy jaj, de szép, hát mennyien jó van az emberekben, mekkora emberség van bennünk, hogy itt akkor most segíteni. És aztán úgy valahogy, mintha ez elfelejtődött volna. És most nem tudom, hogy hol, nem látom, tehát én mondjuk akár papként sem látom azt, hogy hol vagyunk most így az emberségünkben. Csak azt tudom csinálni, hogy akik engem hallanak, akár a templomba, akár így a médián keresztül, ha meg tudok szólalni, akkor azokhoz valami üzenetet eljuttatni, hogy mégiscsak annak az Istennek az embere vagyok, aki a szeretet Isten, meg a közösség Istene, hogy akkor erről az oldalról kicsit ráirányítani a figyelmet, hogy vegyük észre egymást. Egyszer hallottam egy előadást, amiben én egy kicsit úgy kaptam egy ilyen magyarázatot arra, hogy ugye rossz dolgokat azt nem tudja megakadályozni a Jóisten, viszont tud lehetőséget adni, eszközt esetleg a kezedbe, hogy megold a problémákat is. És az jut eszembe erről, hogy ugye 2020-ban, amikor elkezdődött ez az egész, akkor ugye mindenki megijedt,
De mindenféle megoldásokat aztán tudtunk találni, meg ahogy mondod, igen, ugye, hogy a kapcsolatokat erősítettük, és most is, hogy mondjuk jön a mindenféle probléma lesz majd ugye a rezsivel, sok családnak fog problémát okozni, hogy hogy fizetik ki a számlákat. Mindenki szerintem neki fog állni takarékoskodni, jobban, mint előtte, mert ugye addig adott volt, hogy van áram, van víz, minden van. Tehát, hogy egy kicsit talán ilyen tanításszerű. Igen, csak az a kérdés, hogy mit olvasunk ki belőle. Tehát bennem ez a kérdés, hogy mit olvasunk ki belőle. Tehát, hogy lehet, két irány lehet ebben, én azt gondolom. Az egyik a mondjuk a szebbik irány, vagy az optimistább irány, hogy azt mondjuk, hogy sokkal nehezebb most a helyzetünk, meg kell húznunk a szíjat, át kell gondolnunk, hogy mire költünk ki, és akkor próbáljuk meg jobban odafigyelni egymás, hogy kinek hogyan tudok segíteni. De lehet az is, hogy a pessimistább irány, hogy azt mondom, hogy inkább bezárkozom, csak magammal törődök, bebiztosítom magamat, és nem érdekel, hogy mással mi van. És azt hiszem, hogy ez lesz a nagy kérdés, és ennek fényében lehet olvasni akár, úgyhogy jó Istennek ez egy lehetőséget ad az ember számára, hogy fejlődjön, növekedjék. Ugye a nagy kérdés az, hogy emberként mit fogok ezzel kezdeni. Ja, szokták mondani, hogy bajban ismerszik meg az ember. Ez szerintem egy Covid időszak, vagy egy nagy járványhelyzetben ugyanúgy igaz, mint bármilyen probléma, nehézség esetén. Ha egy kicsit jobban odafigyelnénk egymásra, biztos, hogy minden ilyen időszak az könnyebb lenne. És szerintem van valami üzenet, akkor én azt látom, hogy egy kicsit szerényebben ember. Hát, hogy hajlamosak voltunk, vagyunk elhinni azt, hogy mi mindent tudunk, mi mindent megoldunk, mi ez minden vagyunk. És azért szerintem nem teljesen igaz. Én mindig azt szoktam ezt példaként elmondani, hogy ez a város több mint 1000 éve itt van. És ez a város azért itt létesült, mert egy mocsárvilág volt, ami hadászatilag könnyebben védhetővé tette a települést. De ez a mocsárvilág aztán több évszázad alatt, nem az utolsó néhány évtizedben, több évszázad alatt egyébként eltűnt. Ennek a 1000 évnek egy részében volt az embernek olyan tevékenysége, amivel ez biztos ezt a folyamatot felgyorsította. De nem 10-20-30-40 éve kezdődött. Tehát sok mindent tudunk, sok mindenben okosak vagyunk, sok mindent a tudomány már kiderített, aztán sok mindenről meg kiderül, hogy rosszul derítette ki, vagy adott esetben egyáltalán nem tudunk róla, és valahogy ezt kellene összehangolni, hogy mi a mi feladatunk, felelősségünk, és mi az, amiben mi itt egy kis pontként élünk, és valahogy alkalmazkodnunk kell. Bármelyiket nézzük, szerintem az egymásra való odafigyelő képességnek a javulása, az csak javíthat a saját személyes, vagy a minket körülvevő világnak az életén, és azért ez a közösség itt több mint 1000 év alatt nagyon sok nehéz helyzetet túlélt. Persze nekünk mindig az a legnehezebb, hogy éppen mi vagyunk, és ez így természetes, de hát azért ez a város sokkal nehezebb időszakokat is átélt. És nagyon érdekes, ha járványról beszélünk, az itt vagyunk nem messze a Szent Sebestyén templomtól, amit valójában egy járványban tett fogadalom okán építettek a fehérváriak, egy mainál sokkal elképzelhetetlenül nehezebb anyagi körülmények között, de ők akkor megfogadtak valamit, és utána egyébként azt megtették, zárójel olyan értéket hoztak létre, ami egyébként az épített örökségünknek is ma része, de egyben egy felsővárosi közösségnek egyfajta központi eleme. Tehát mindig van szerintem mire visszatérni, vagy akár most is, hogy előjönnek az emberek, hogy itt a rezsi problémák okán rászoruló családok számára kértük meg azokat, akik még a menekült ügyben nyújtottak nekünk támogatást, de ott erre nem volt szükség, hogy ezt felhasználjuk, hogy hagyj fordítsuk olyan rászoruló fehérváriak támogatására, akik most fontos, hogy hozzájussanak a közösség szolidaritásához. És gyakorlatilag kivétel nélkül jönnek az e-mailek, hogy persze ez egy nagyon jó cél, fordítsuk arra. Tehát aki jó ember tud lenni egy nehéz helyzetben, az azt gondolom, hogy jó ember ebben a mostaniban is, hogy hányan vagyunk, ki hova, maga életébe hova, mikor, milyen, mert nyilván nekünk sem mindig ugyanolyan a napunk. Mi sem biztos, hogy mindig jól tudunk reagálni egy-egy szituációra, de néha érdemes talán egy kicsit ezen elgondolkodni, és akkor azért mindig lehet fogódzókat találni az ember életében. Én mindig a Városház irodában szoktam körbenézni, megállapítani, ez gyönyörű, és ez a város itt van több mint 1000 éve, itt lesz ez jövőre is. Úgyhogy ez rajtunk múlik, hogy milyen állapotban. Néha alkalmazkodnunk kell, néha másikra jobban odafigyelni. Egy biztos, a közösség nélkül semmi nincs. Tehát a közösségi erő az szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos.
Én is csalatkoztam néhány illúziómba 2020 tavasz nyara óta, de azért találok sok jó példát. Rabat, próbáljuk a jó példákból a fogódzókat megtalálni. Bocsánat, csak annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig a pénzről beszélünk, tehát, hogy ilyen drága, olyan drága, ennyibe fog kerülni, mi lesz velem, jajjaj. Szerintem beszélhetnénk arról is, hogy mi az, ami nem kerül pénzbe. És szerintem rengeteg dolog van. Tehát, hogyha most kimegyünk ide az utcára, és biztos vagyok abban, hogy rengeteg olyan dolgot találunk, illetve láthatunk, illetve tehetünk, ami nem kerül pénzbe. Például visszatérve, amiről mindannyian beszélünk, az, hogy az egymásra való odafigyelés, az például nem kerül pénzbe. Az, hogyha valaki éppen rossz paszban van, hogy egy kedves mondatot mondani neki, ami tovább lendíti. Tehát mindig arról beszélünk, hogy a pénz, a pénz, a pénz. Természetesen fontos, mert meg kell élni, meg mindent ki kell fizetni, stb. De szerintem azért rá kell egy kicsit fókuszálni arra is, hogy mi az, ami nem kerül pénzbe. És szerintem lehetne a kettőt valahogy egyensúlyba hozni, lelkileg és szellemileg, hogy jó, most egy picit nehezebb, de hogyan tudnék segíteni a szomszédomnak, az idősnének, az utcán, vagy bárkinek? Nem? Tehát, hogy igen. Nyugodtan mondd, hogy... Csak ehhez akarok kapcsolódni most így élményként, és mondja, kérdezted, hogy manapság mi történt velünk, és ami egy nagyon fontos élményem, és pont amiről te, Jani, beszélt, a Sörédi táborban voltam lent misézni többször is, ugye itt Fehérvár közelben van ez a kis falu, és most már azt hiszem talán 40 éve, jövőre lesz talán 40 éve, hogy folyamatosan megy ott a táboroztatás, ahol fogyatékkal élő fiatalok a gyerekeket táboroztatnak. Kerekesszékes fiatalok is, meg értelmi fogyatékos, bár hiszem most ennek egy újabb elnevezése van, de ezt én így tudom mondani, fiatalokat, gyerekeket, és úgy vannak lent, most már nemzedékek, mert már volt olyan nyaraltató, akinek aki a gyerekével együtt most már nyaraltatja a nyaralókat, hogy ők a saját idejükből szállnak oda egy hetet, nem kapnak érte semmiféle fizetést, fizetséget, hanem egyszerűen ott vannak, hogy családok pihenjenek, és ezeknek a gyerekeknek legyenek élményeik. Nem ez az egyetlen, és nem a egyetlen kezdeményezés, de az jutott eszembe, hogy itt tényleg nem arról szól, hogy most pénz vagy nem, pénz kapsz vagy nem kapsz, hanem egyszerűen vannak emberek, akik azt mondják, hogy valamit adok abból, amin van. És a nagyon nagy élmény az, és most a legutóbb, amikor lent voltam isézni, akkor erről beszéltem is, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a nyaraltató ad valamit a saját idejéből, energiájából, hanem a nyaralótól legalább annyi jót kap, ahogy az a gyerek átöleli, viszont szereti, bohóckodik, olyat mond éppen, vagy egy emberek segítenek egymásnak, mert látja az egyik fáradtabb, nem fáradtabb, és mondtam, hogy ez a hét ez arról szól, hogy megtanulj úgy élni, hogy ezt hazaviszed utána a hétköznapjaidban, és akkor a családodban, baráti körödben ezt ugyanúgy meg tudod élni, hogy mi az, amit adni tudok, vagy éppen mi az, amiben, és szerintem ez egy nagyon fontos, hogy mi az, amiben merhetek segítséget kérni. Mert szerintem az alázathoz is hozzátartozik, hogy nem csak arról szól, hogy én adok valamit, hanem az, hogy képes vagyok belátni arra azt, hogy nekem segítségre van szükségem, és merek kérni, és merek elfogadni segítséget. Szerintem pont az Andrásik talán ezt élik meg leginkább valószínűleg, hogy kik azok, akiken segítsünk, vagy segíthetünk, és nem biztos, hogy azokon kell mindenáron segíteni, és remélem jól érti mindenki, akik az első sorban állnak és kopogtatnak az ajtón, hogy nekik mindenképp kell, hanem azok, akik esetleg csendben a háttérben vannak, és fel kell mondjuk őket fedezni, hogy na itt vagyunk, ha kell, akkor mondd, hogy miben tudunk segíteni. Pár nappal ezelőtt volt egy nagyon kedves élményem, kicsi negatív, de aztán nagyon pozitív. Szoktam azért kapni néha nyilván kritikusabb Facebook kommentet, vagy üzenetet, vagy e-mailt, és érkezett egy ilyen, aminek az volt a lényege, hogy szóljak már rá a Városgondnokságra, hogy ott előttük a fát öntözzük már meg közterületen, mert hát itt ebben a nagy asszályban kiszárad. Erre érkeztek rögtön már a kommentek, hogy hát ennek pont ennyi Facebook üzenet idő alatt, amíg valaki ezt elkészített és elküldte, akár egyébként vihetett is volna egy kancsó vizet annak a fának. De aznap pont este azt látom itt a csónakázó tó környékén, hogy egy kis csapat, közöttük mindenféle generációhoz tartozó hölgyel és úrral, kis kannával megjelenik este 7 óra körül, mintha egy megbeszélt időpont lett volna, és egymás között felosztották, hogy ki melyik fát fogja megöntözni.
És olyan érdekes volt, hogy, hogy volt egy ilyen kritikus megjegyzéstevő ember, és aztán pedig látok egy, egy emberekből álló közösséget, akik láthatólag szervezett módon, erre fölkészülve, nem másfele reklamálva, meg megjegyzéseket téve, maguk azt a kis időt, azt a kis energiát, azt a minimális kis költséget, azt arra fordították, hogy a számunkra egyébként egyre nagyobb értéket jelentő faállományt meglocsolják, megöntözzék. És érdekes volt, az egyik az egy egyén volt, itt meg egy közösség volt. És szerintem akkor ebbe a kis mini képbe is nagyon sok minden benne van, hogy valójában mi érték és mi fontos, és mennyire igaz az, nagyon sok olyan dolog van, amire inkább egy odafigyelés kell, és nem annyira pénz kérdése. Mm. És nagyon érdekes, hogy utána az kis csapat leült egy-egy pad köré, és elkezdtek beszélgetni. És egyszer mennyi pozitív emberi dolog jött ki egy fél órás, háromnegyed órás kis találkozóból, és közben még a fák is jól jártak. Szóval Zsófi is azért megélheti szerintem ezt a segítés dolgot, nem? Igen. Amúgy Sörédhez kapcsolódnék, mert mi is jártunk a táborban, méghozzá pont a motorosokkal, és a fiatalok kipróbálhatták, élménymotorozást szerveztünk számukra, és felültettük őket, még az autistát is, aki mert és tudta a képességeihez képest ezt kipróbálni. És én is nagyon sokat kaptam, az hagyján, hogy esetleg ugye miattunk nekik, de inkább azt gondolom, hogy a motorosok is, meg jó magam is, nagyon sokat kaptunk vissza a fiataloktól. Nekem végig a kezemet szorongatta egy kerekesszékes sorstárs, aki amúgy egyben látássérült is, tehát hogy halmozottan sérült és halmozottan nehéz az élete, és miközben szorongatta a kezemet, kérdezgettem ugye a táborról, a programokról, és mondta, hogy ez a legjobb program és a legnagyobb élmény neki egész évben, hogy itt vannak a motorok. Ő amúgy sajnos például nem tudott fizikai okok miatt fölülni a motorra, és végig azon gondolkoztam, hogy hogyan tudnám neki ezt átadni, hogyan lehetne mégis, hogy érezze a motort, hogy érintse a motort, és kitaláltuk, hogy ő úgy tudja ezt megoldani, hogy legalább a gázkart meg tudja húzni, és akkor ő fog egy jó nagy gáz fröccsöt adni, hát akkor átadott, hogy szerintem még Fehérváron is lehetett hallani, de az a mosoly, az a boldogság, ami az arcán volt, az mindennel felért, úgyhogy ezek szerintem nagyon fontos dolgok, és egy minimális szervezést igényelt, és már is tudtunk egy csomó mosolyt csalni, meg élményt csalni a fiatalok arcára. Na maradjunk akkor nálad, ha már nálad a szó, hogy akkor átbeszéljük, hogy mi volt veletek az elmúlt fél évben. Ugye mondtam, hogy nagyon sok mindent kellett visszatekerni, és láttam, hogy nagyon sok minden történt veletek, tényleg elképesztő. Van, akinek ugye podcastje lett, azt mondtam. Neked TikTok oldal, meg másmilyen weboldal, egyesületi, szóval mindenféle helyen lehet titeket nyomon követni, és hát már kb. Szerintem követhetetlen az, ami veled is történt itt az elmúlt fél évben, mert hogy ugye azért te ez egy országos bajnokságon dobogós lettél, azt azért ne felejtsük el, amihez szívből gratulálunk, úgyhogy kérlek, mesélj erről is egy kicsit, a sportról is, és hogy mi minden más történt veled. Ezen gondolkoztam amúgy, amióta így tűnünk, hogy mi is történt velem az elmúlt fél évben, vagy hogyan foglaljam össze. De igen, a legfontosabb, és amiről még nem ejtettem szót, az, hogy újra válogatott színekben parakerékpár versenyző vagyok. Az országban az egyetlen látássérült hölgy, aki ennyire bolond és a tandemen száguldozik és mássza a kisebb-nagyobb hegyeket. Országos bajnokság már hetedszerre volt, legalábbis én hetedszerre vehettem rajta a részt, és hát nem szeretik, ha elmondom, de hát ez a realitás, hogy a kihívó társak hiánya miatt ugye hát első helyen állhatok mindig a dobogón, úgyhogy ez egy ilyen nagyon nagy boldogság, de azért természetesen meg is teszek érte mindent, olyannyira, hogy idén már 3 nemzetközi versenyen is részt tudtunk venni, hogy mondjam el, hogy Punk Adri pilótámmal, aki hatalmas segítségem, hiszen egyedül ezt én nem tudnám ezt ugye mit jelent egyébként, csinálni. Tehát hogy kell elképzelni ezt a tandem kerékpárt, így látássérültként, tehát ő kormány, és te tekersz, vagy ez? Nagyjából igen, de ő is teker, tehát ez egy gyönyörű országúti versenykerékpár, amúgy az én mindenem, nagyon szeretem. Előlül a pilóta, ugye ő az, aki a váltót kezeli, az irányítást csinálja, a technikát kigondolja, előz mindent levezénye. Én azt szoktam mondani, nem olyan szépen hangzik, de én azt szoktam mondani, mert jól leírja, hogy én vagyok a farmotor. Tehát, hogy nekem annyi a feladatom, hogy én ott hátul ülök, fogom a kormányomat, és tekerek, és minden erőmet beleadom. Úgyhogy mi így egy duóként, egy csapatként tudunk versenyezni. És a hegymászás, mondtad, hogy valaki kisebb-nagyobb hegyeket megmászni. Igen.
Az hogyan? Hát mész a bottal, és nem, akkor... Nem, a biciklivel. Ja, ez biciklivel. Ja, azt hittem, hogy... De szoktam hegyet mászni amúgy. Ez ilyen dolog, nem, hogy akkor közben... Csak igazi kerékpárversenyként ezt általában úgy találják ki, hogy minél nagyobb legyen igen. A szintkülönbség. Igen, igen, igen. Ami a tandem esetében ugye azt is jelenti, hogy mi egymás súlyát tulajdonképpen cipeljük fölfele. Úgyhogy fölfele nem mondanám, hogy gyorsak vagyunk, abban még nagyon kell fejlődnünk, viszont lefele idén például megdöntöttük az Európa bajnokságon Ausztriában a rekordunkat, 75 km per órával sűvítettünk lefelé. Úgyhogy idén három versenyen már elindultunk, egy világkupa, egy Európa kupa, meg egy Európa bajnokság. Hát ugye kihagytam a válogatottságból 3 évet, a civil életre fektettem inkább a hangsúlyt. Nagyon elment mellettünk a világ és a sorstársak, azt kell, hogy mondjam. Én azóta mindenkinek elmesélem, hogy amikor Belgiumban most ott álltunk az első versenyen világkupán, 17 látássérült hölgy versenyzőtársam ott állt körülöttünk nemzetközi ugye, színekben, a Braziltól a Tájlányig, lengyelekig mindenféle náció. Én csak kapkodtam a fejemet, hogy én még életemben nem láttam ennyi sorstársat, látássérült hölgyet egy helyen, és itt meg 17 tandemes hölgy már ott állt, és szeretne ugye versenyezni, és paralimpián részt venni, úgyhogy van hova fejlődnünk, van merre haladnunk. Kemény nagyon, de nagyon örülök, hogy újra versenyezhetek, és hogy újra kerékpárosként töltetem a mindennapokat, meg az edzéseket. Ugye az a munka, amit te végzel, az nagyon fontos a városban, és szerintem hiánypótló is. És te ilyen módon próbálsz közösségeket kovácsolni, hogy például szerveztél egy kis tóparti pikniket, amiben ugye meghívtad a sorstársaidat, és ugye próbáltad őket jobban összehozni. De mondjuk én is részese lehettem egy divatsónak, ugye, amikor fogyatékkal élő hölgyek mutattak be nagyon szép ruha költeményeket tényleg. Tehát, hogy nagyon szíveden viseled ezt a dolgot, hogy mások is részesei lehessenek, és hogy például ezeknek a hölgyeknek, akik a divatbemutatón részt vettek, hogy nekik is legyen olyan élményük, mint bárki másnak, hogy szépen felvonulnak egy ruhaköltemében. Igen. Nagyon fontosnak tartom, hogy egy fogyatékossággal élő, főleg egy fogyatékossággal élő, de azt gondolom, hogy az épp hölgyekre is ráfér egy kicsit a mai világban, azt, hogy elhiggyék, hogy ők szépek, hogy megtanulják megérteni, meglátni azt, hogy ők tényleg szépek, hogy ők olyanok, amilyenek, és hogy elfogadják önmagukat. Én nagyon csodálkozva hallgatom a közösségi oldalaknak a világát ilyen szempontból, hogy ugye oda mindig a legszebb képek kerülnek ki, a legkomponáltabbak, meg hát ugye ott vannak ezek a bizonyos filterek, javító dolgok. Nagyon szomorúan látom azt, hogy az épp hölgyek is küzdenek, nagyon sokan kisebbségi komplexusokkal és megfeleléskényszerrel. Nekem ilyen szempontból azt gondolom, hogy áldásom a látássérültség, mert úgymond önmagamat sem látom, az mondjuk nem annyira jó, de a többi hölgyet sem, tehát én nem versengek, én nem szeretnék megfelelni, hozzáteszem, hogy ezt tudatosan meg is kellett tanulnom, hogy ezt elfogadjam, és hogy megtanuljak önmagamnak tetszeni, mint nő, és önmagamat elfogadni. Ebben az irányban is igyekszek nagyon segíteni mind a sorstársaknak, de azt tudom mondani, hogy nem feltétlenül neki kell ebben a mai világban jobban segíteni, hanem az épp hölgyeknek is, hogy tényleg fogadjunk már el magunkat, és higgyük el magunkról, hogy nők vagyunk, szépek lehetünk, csinosak vagyunk, csinosak lehetünk. Tehát, hogy erre ott van a lehetőség. És ez a divatbemutató is ezt mutatja meg. Ennek egy másodpercre, a következő fél évre áttekintve, ennek nagyon szeretném megszervezni a nagy testvérét, még több modellel, és még több ruhával, és nagyobb helyszínen. Sőt, remélem, hogy a járványhelyzet engedi, és élőben. Ugye azt kell tudni, hogy ez online divatshow volt, és mellé raktuk, hogy mini, mert ez volt még csak az eleje, a kezdet, a próba verzió, és ennek szeretném megszervezni a közönséggel, igazi kifutóval való lehetőségét. Nagyon remélem, hogy az is nagyon nagyot fog szólni, és azzal is azt szeretném kifele átadni pontosan az épp többségi társadalomnak, hogy amiről amúgy itt is beszéltünk, a hála, az elfogadás, és a megtanulni értékelni a dolgokat, hogy ha ott megy egy mankóval, egy mozgássérült hölgy, vakvezető kutyával egy látássérült hölgy, kerekesszékbe egy fiatal srác, akkor az emberek tényleg egy kicsit gondolják át azt, hogy ott vannak boldogok, mosolyognak, csinosak, elfogadják önmagukat, vállalják önmagukat, és ugye ebből azt gondolom, hogy nagyon sokat lehet tanulni, mind fogyatékossággal élőként, mind éppként is.
Azt, hogy a hála mi, azt szerintem most te is nagyon megtapasztaltad, és hát olvastam egy-két kis bejegyzést, amiben tényleg azt mondod, hogy megtanultad te is átértékelni azt, ami van, és sokkal jobban odafigyelsz mondjuk magadra. Mesélj egy kicsit erről, hogy mi volt veled itt húsvét után. Először csak hadd csatlakozok vissza Zsófihoz. Már csak, hogy poénként eszembe jutott, hogy Zsófi annyira mondta, hogy a hölgyeknek meg kell tanulni magukról, hogy szépek, és hogy elfogadják, és értékeljék magukat, és így ezen vigyogtam magam, hogy a fiúknál ezzel nincs probléma. Szerencsére. Ez a klasszikus példám ilyenkor, hogy ki hogyan néz bele a tükörbe, hogyha nő belenéz, akkor azt mondja, úristen, kozmetikus fodrász, műkör, most mindenki, ezzel kell most mennem, ahogy nézek. Milyen szörnyű, hogy a férfi benéz, és azt mondja, ma is jól nézek ki. És ez a durva egyébként abban, amit te mondtál, hogy egyébként meg mi nők ezt magunknak csináljuk, mert legtöbbször az van, hogy az ember felkel smink nélkül, minden nélkül, és azt mondja a párja, hogy de gyönyörű vagy ma is, és minek rád az a smink, és tényleg, és akkor átgondolom, hogy de hát rajta sincs smink, és tök jól néz ki egyébként. Igen. Szóval, hogy amit én így megtanultam, én azt gondoltam, hogy lehet, hogy ez így furrá hangzik, hogy valami nagy dolgokat fogok megtanulni abból, hogy én most így beteg voltam, meg kórházban voltam. A húsvét után derült ki, hogy 28%-ig működik a szívem. Én azt gondoltam csak, hogy túlhajtottam magamat, de hát ez ilyen valószínűleg post-covid, meg úgy nekem van egy cukorbetegségem, és akkor az is összekapcsolódott, hogy rendesen nem működött a szívem. Kiderült, hogy a fölvizesedtem, hát, vagy ott a szívburok környékén egy csomó víz volt, úgyhogy akkor bementem a kórházba, és a Weber Balázs, ő a kezelő orvosom megnézett. Na hát akkor ismerős a Balázs. Szóval, hogy a Balázs megnézett ilyen szívultrahanggal, akkor az volt az első reakció, hogy atya itt az ágy, és azonnal feküdj le, és nem mehetsz innen sehova. És így mondtam, hogy de hát én azt gondoltam, hogy csak valami kis egyszerű. Megnézel, aztán hazamegyek, és csinálom tovább a dolgokat. Maximum azt mondott, hogy pihenjek, és aztán mondta, hogy nem. Hát ugye ez, hogy 35% alatt kritikusan, vagy súlyosnak számít ez a szívműködés, vagy gyengeség. És akkor ott volt egy ilyen nagyon érdekes élmény, hogy rám zúdultak az aggódó emberek, ami nagyon jó volt. Tehát, hogy rengeteg üzenetet kaptam, jöttek be látogatni. Egyik legnagyobb ilyen kórház élmény, amikor egyszer a püspök atya berontott így a irodai igazgatóval, a Tamás atyával, és akkor én ott ültem, éppen a misét próbáltam nézni a telefonon, és ha gyorsan, akkor hova ültessem, mit csináljak, és akkor a kis kórházi székre maga alá húzta, beült, és neki dőlt így a radiátornak, és akkor olyan nagyon emberi találkozás volt, ez egy ilyen nagyon, nagyon szép élmény találkozás volt. A másik, ami mondjuk ilyen spirituális, vagy ilyen lelki élményként volt, hogy most ugye a másik oldalon voltam, hogy a kórház lelkész vagyok, nagyon sokszor hívnak be betegekhez, haldoklóhoz, imádkozzam, betegek szentségét adjam föl, és akkor bemegyek, és meg... De hogy most Topi barátom, Tóth Tamás barátom, a Prohászka plébánosra jött be hozzám, és ő kérdezte ezt így meg tőlem, hogy akkor szeretném-e fölvenni a betegek szentségét? És akkor mondtam, hogy hát igen. És akkor így kérdezte, jó, de miért? És akkor rögtön így eszembe jutott így ez a nagyon jámbor válasz. Ezt minden fórumon elmondom, mert talán ez volt az egyik legerősebb élményem, hogy és hát mondom, hát azért, hogy megerősítse magamat, meg hát a szentségek. Ugye mindenhol elmondom, hogy szentségek arról szólnak, hogy megerősítse, és akkor ugye elmondtam így ezt a választ. És akkor így visszakérdezett, hogy jó, de te miért akarod? Tehát nekem miért fontos? És akkor mondtam ki, akkor érkezett meg hozzám talán ez, hogy félek a haláltól. És az volt, ami, ha valami úgy megérintett, akkor így ez ennek a kimondása, vagy amikor ez úgy megérkezett hozzám. A másik ilyen, amit így megtanultam, és utólag már azt mondtam, hogy vicces is lehet akár ez a helyzet, hogy készültünk már majdnem egy éve készültünk egy nagy zarándoklatra. Gyakorlatilag így körbe jártuk busszal az Alpokot, Észak-Olaszország, Dél-Franciaország, Svájc, Ausztria, és akkor jöttünk vissza, és olyan helyek voltak ebben az útban, amikre én középiskolás korom óta vágytam, hogy eljussak oda. És ez gyakorlatilag a kórházba kerülésem után 2-3 héttel indult ez az út, és hát nagyon szerettem volna elmenni, és hát a morom voltam a rehabilitáción, és az ottani kezelő orvos a Moznánszky Petra mondta, hogy hát, hogyha fél évig te semmit
És hogy ott az volt, azt hiszem, a másik ilyen nagy nehézségem, hogy az elengedést megtanulni. Aztán amikor már túl voltam a nagy gyászon, meg hogy itt elsirattam, meg nagy vágy, meg milyen jó lett volna, meg fú, de akkor ugye elkezdtem így vigyorogni rajta. Az egyik, hogy elkezdtem vigyorogni a Jóistennek a humorán, mert hogy én húsvétkor arról beszéltem, hogy nekünk keresztény embereknek van egy nagyszerű mintánk, mi az életet ünnepeljük, és bármilyen nehézségekben meghalás, meg nem, de elvesztés, minden utána ott van számunkra az élet remény, és ez mennyire jó. És akkor ugye ez jutott eszembe, hogy Jóisten azt mondta, hogy hát Gábor, hogyha olyan szépen prédikáltál, tessék, akkor ezt most éld meg. Úgyhogy aztán igazából ez volt, hogy belehaltam, tényleg nagyon, talán ez volt a legnehezebb, hogy ezt a nagyon nagy vágyamat elengedni, és aztán utána ebből újra felkelni, vagy fölébredni. És aztán igazából ez volt, hogy most így megértett. Arra készültem, hogy nekem itt majd benne a kórházban, betegségem alatt majd nagy megvilágosodásaim és élményeim lesznek, és aztán rá kell tűnöm, hogy hát nem. Jött mindig valaki látogatni, meg úgy olvastam, meg telt az idő, de hát, hogy nem, és így utólag álltak össze dolgok, amiket én így gondoltam, hogy majd benne a kórházba fogom én ezeket így. Vittem füzetet, papírt magammal, hogy majd én lejegyzem a szuper gondolataimat, és hogy majd ez mekkora gyümölcsöző lesz sok ember számára, de tulajdonképpen így inkább csak ezek az érzések, amik így összeálltak, vagy megértettem. Úgyhogy igazából ennyi. Hogyha megengedtek egy személyes kis velem történt tapasztalatot is, mert hogy mi akkor kapcsolatban voltunk, és pont beszéltük, hogy te kórházban vagy, én meg mindjárt kórházban leszek, és ugye nálam is volt egy műtét, és hasonló dolog volt, bár nem egy ekkora volumenű, de ugye hát mi Andrással ugye csináltunk egy, illetve hát András is részese volt ennek, amikor a Kovács Ákos, én nagy kedvencem, jött Fehérvárra, és ugye bemutatta a novellás kötetét, és én kaptam ezt a megtisztelő szerepet, hogy ugye házigazdája legyek, vagy háziasszonya legyek ennek az eseménynek, és hát tényleg a mai napig nem térek észhez az utáni vacsorán, amit tényleg hallottam, meg láttam belőle, és ugye akkor megfogalmazódott, hogy majd jön a filmjével, és bemutatja. És úgy tűzték ki a dátumot, hogy pont a műtétem hetében volt, és nekem végig az volt az eszemben, hogy, és hát úgy is beszéltem meg a szervezőkkel, hogy tökre nem érdekel, tehát hogy én kijövök, és megyek az Ákosnak a könyvbemutatójára. És hát nekem is ez volt, hogy meg kellett tapasztalni azt, hogy rájöjjek, hogy nem. És még egészen addig, amíg haza nem engedtek a kórházba, rá két napra lett volna egyébként ez az esemény, illetve volt is csak nélkülem, akkor hazajöttem, és így gondolkodtam, és mondtam, hogy ugye egy cső lógott belőlem, és így mondtam, hogy de én ezt most el fogom valahogy takarni, de én ezt így a ruhámon elvezetem. Nem baj, akkor ide teszek egy kis táskát, és oda beledugjuk. Tehát, hogy mindenféle megoldást próbáltam kitalálni, és akkor egyszer csak valaki mondta, hogy figyelj ide, mi lenne, hogyha egyszer rájönnél, hogy lehet, hogy ez nem véletlen, hogy te most ne legyél ott. Te most ülj le, gyógyulj meg, törődj magaddal, és ez a legfontosabb is, hogyha ezen túl vagy, akkor majd jöhet minden más. Tehát, hogy nekem is kellett ebből tanulnom egy kicsit. Azt hiszem, ez a másik, amit megtanultam, vagy meg kellett tanulnom, és most amire oda kell nagyon figyelnem, hogy megtanulni megállni és lassítani az életemet és az időmet. Magammal is foglalkozom, mert annyiban vagyok érte felelős, hogyha én túlpörgettem magam, hogyha nem tudok normálisan működni, akkor a szolgálatom sem fog tudni működni, amire jó Isten meghívott. Volt egy nagyon szép mese, volt egy kis meseterápiás foglalkozás, és ott Móron, a Csóka Judit, ott a pszichológus, és ő tartott ilyen meseterápiás foglalkozást nekünk, és ő mondott egy mesét, ami nem biztos, hogy nem fogok tudni, nem mondom az egészet, mert nagyon hosszú, de a lényeg a mesének az, hogy az élet lejön a földre, és meglátogat beteg embereket, akik nagyon szenvednek, és elveszi tőlük a küszködéseiket, hogy éljenek, és hogy majd 7 év múlva visszajön, akkor majd újra találkoznak, és hát mindenki megígér, hogy persze, megismerünk, találkozunk veled, és hogy ne, hát nem fogunk elfelejteni. És hát a háromból ketten természetesen elfelejtették, meg amikor jött 7 év múlva, és akkor visszakapták a betegségüket, és akkor a harmadik az meg hát emlékezett a betegségére, hogy ő milyen volt, és hogy még egészségesen, és az élet ugye tovább engedte őt élni egészségesen, és hogy ez így nagyon sokszor eszembe jut, hogy most, hogy már jobban vagyok, nem szabad elfelejtenem, nekem nem szabad magamról elfelejtenem, nem az, hogy beteg vagyok,
Mert azt ugye sokan mondják, hogy a betegség tudat nem segít az embernek, hogy betegként tekints magadra, de azt nem szabad elfelejtenem, hogy beteg lehetek újra, hogyha nem figyelek arra oda, ahogy élek, vagy ahogy amilyen ritmusban élem a dolgaimat, mert hogy felelős vagyok az életemért. Úgyhogy talán ez is egyfajta tanulság. Jani, nálad meg egy szűk kis diploma született itt a sok-sok munka mellett. Én csak azt mondtam neked pont a műsorunk előtt, hogy nagyon kedveljük egymást, nagyon jobban vagyunk. Sokszor szoktunk korábban beszélgetni, de most mindig az volt, hogy a színház előtt ott álltál, és akkor hello, szia, és már futás. Úgyhogy mindig ezt látom belőled, hogy futsz állandóan, és nagyon sok a dolgod, és ez mellett még egy teljesen kitűnő diploma. Hát ez így van, és pont, hogy az előbb beszéltem arról, hogy milyen fontos az, hogy odafigyeljünk egymásra, és hogy a kommunikáció, és stb. Hát valóban az elmúlt fél évem az nagyon-nagyon telített volt, de egyáltalán nem bánom. És tulajdonképpen új dolgokra tanított meg. Tehát azon túl, hogy lett egy új szakmám, tehát most már két szakmám van, megint csak rávilágított arra, hogy hiába tanulok egész életemben folyamatosan, ugye tanulom a szerepeket, a darabokat, fellépésre, verseket, tehát folyamatosan dalszövegek, mindent tanulok, most ez egy másfajta tanulás, hogy vissza az egyetemre, és hogy egyszerűen rájöttem arra, hogy úristen, mennyi mindent nem tudok. Tehát, hogy még jobban felerősödött bennem a vágy, hogy ezt muszáj folytatni. Tehát, hogy a tavasszal természetesen azt mondtam, hogy a színház mellett azért ez tényleg, tehát éjszakánként szakdolgozatot írni, vizsgákra készülni, tételeket tanulni, tehát nagyon-nagyon megerőltető volt, és azt mondtam, hogy soha többet is befejeztem. És most, hogy túl vagyok rajta, és hogy azért büszke vagyok arra, hogy ugye 3 jegyet kaptunk a záró vizsgán, és nekem mind a 3-5-ös lett, és hogy csak nekem egyedül, hogy köszönöm szépen, hogy rájöttem arra, hogy muszáj még tovább tanulnom, és ugye tavasszal ezzel nem tudtam foglalkozni, úgyhogy jött a pótfelvételi, és akkor gyorsan elkezdtem keresni, kutatni, hogy akkor, most akkor hogyan tovább, vagy hova tovább, és akkor hát amilyen szakra szerettem volna menni, az sajnos csak fizetős volt, és ezt most nem tudom bevállalni jelen pillanatban, úgyhogy szerintem keresztfélében fogom elkezdeni a következő tanulmányaimat. Csak hogy visszatérve egyébként arra sok... Bocsit, ez mi lesz? Hát lehet ezt tudni? Ugye? Igen, kettő dolog érdekel nagyon. Tehát ugye én nagyon szeretek az emberekkel kommunikálni, illetve foglalkozni fiatalokkal is, idősebbekkel is, tehát nincs ebbe korlát számomra. Úgyhogy én nagyon-nagyon vonzódom a mentálhigiénéhez, tehát ez nagyon-nagyon izgat engem ez a vonal. És én azt gondolom, hogy miután foglalkozom fiatalokkal, ugye itt a városban, általános iskolásokkal, középiskolásokkal is, hogy szerintem a színház és ez a mentálhigiéné, ez valami egészen nagyszerű dolgot tudna kiadni. Illetve, hogy először is megtanulom én, és azt gondolom, hogy amit eddig talán át tudtam adni a színházból, ki tudnám bővíteni egy kicsit más oldal is. És azt látom, hogy igénylik a fiatalok, és szükségük van arra, hogy nem csak a színházról és a művészetről beszélgessünk egy-egy ilyen találkozáskor, amikor például mentorkodok, hanem hogy emberként is, és én meg szeretném tudni azt, hogy hogyan tudok még jobban segíteni. Tehát nagyon érdekel ez a vonal is. Egyébként meg aztán van egy másik szak is, ami szintén érdekel, és az viszont a színházhoz kötődik, az a színházi menedzsment. Tehát az a másik szak, amit elkezdtem nézni, hogy talán az, tehát kettő közül valamit mindenképpen szeretnék. És visszatérve arra, hogy tulajdonképpen minden visszakapcsol minket, amiről beszélünk, hogy természetesen az ember törekszik arra, hogy minél többet és jobbat adjon az embereknek, de én sokkal többet kapok mindig vissza. Tehát ha most külön hosszan tudnék beszélgetni arról, hogy mennyit ad nekem a színházi munkámhoz az, hogy külön a szabadidőmben bevállalom azt, hogy fiatalokkal foglalkozom. Például általános iskolásokkal, vagy középiskolásokkal, hogy mennyi mindent ad az én emberiségemhez, vagy az én színészi munkámhoz. És én azt gondolom, hogy amíg van lehetőségem, és megkapom azt a lehetőséget, hogy tanulhatok, akkor igenis kötelességem képezni magam. És tulajdonképpen beleszerettem ebbe a fajta tanulásba, hogy újra filozófiával foglalkoztam, hogy teljesen más gondolatokat kellett megfogalmazni az életről, és hogy nem csak a színházról, ami persze az örök szerelem, amíg élek. De én azt gondolom, hogy minden hozzáad mindenhez, és egyébként én biztatnám is a kedves nézőket, hogy aki... Tehát érdemes belevágni, tehát érdemes tanulni és képezni magunkat, mert egyszerűen olyan világ nyílik ki, és tulajdonképpen annyi problémáról elvonja a figyelmet, mert egészen másra fókuszálsz, és tulajdonképpen ez lelkileg és szellemileg is csak
növeli az emberek létét és életét. Úgyhogy én most akkor, hogyha talán meg kéne fogalmazni valamit, akkor én arra biztatnám a kedves nézőket, hogy tanuljunk, mert biztos, hogy jobb lesz az életünk általa. Egy mondattal hadd kapcsolódjak ezért. Komolyan? Ki? Tudom, ez poén, ez idősebb. Hadd halljuk. Csícsjó. Mit tervezted be? Na, szóval, hogy egy mondattal kapcsolódtam volna ehhez, amikor megjegyezted, hogy hát 3-5-ös lett az eredmény. Igen. Akkor mondani akartam, hogy ne csodálkozz rajta, hogy aki ennyi szöveget tanul, az simán be is magolja az egész könyvet, nem? Nem. Ugyanis ugye az van, hogy a színházban szóról szóra kell megtanulni a szerepet. Tehát ott nincs az, hogy a saját szavaimmal éppen ami eszembe jut, vagy kiadjam a kötőszókat, vagy a jelzőket, vagy valami. Ott szóról szóra az utolsó albetűig mindent meg kell tanulni. Itt az egyetemen ugye a lényeget kell kiszedni abból az irgalmatlan mennyiségből, tehát egy több száz oldalas könyvből, amikor az ember megy vizsgázni, hát nem tudod bemagolni az egész könyvet. Tehát nekem vissza kellett állítani, és nekem nehézség volt egyébként, hogy mindenre azt mondtam, hogy jaj, ez is fontos, jaj, ezt is majd el kell mondani, és ott tartottam, hogy én mindent kihúztam, és akkor újra vettem egy lendületet, és akkor letettem magam el mindent kihúzni, és meg kellettem kiszedni a lényegét, és azt megtanulni. Tehát ez egy másfajta tanulás, tehát nem könnyebb egyáltalán. Persze, én csak tudom mondani. Pedig jó voltam, hogy a felvetés, nekem nagyon tetszett. Én a misébe kapcsolatban szoktam ezt egyébként mondani, pont amit most mondta, hogy akkor jönnek, hogy ajaj, ha mindig ugyanaz a mise szöveg, és milyen unalmas. De mondom, ha elmész egy színházba, és megnézel egy darabot, hát az mindig ugyanaz, és mégsem unalmas. Tehát, hogy ott az nem unalmas. És közben mégsem ugyanaz, mert ugyanaz a szöveg, de minden este más. Hiszen az függ a befogadótól is, mert nyilván attól is, hogy mi milyen állapotban vagyunk, de ez nálatok is ugyanígy, nem? Tehát ez a templomban is így van, hogy lehet, hogy ugyanaz a szöveg, de azért mégiscsak más megvilágításba kerül az adott napottól is függően, nem? Abszolút. Idegrendszered, lelki beállítottság, stb. És akkor most már mentálhigiénét tartunk. No, még akkor András előző fél évét, amit mondtam, hogy ugye lapozhatnánk a végtelenségig, annyi minden történt, legalábbis a városban. Azt tudom, hogy voltál egy kicsit pihenni is. Mi minden történt veled? Pihenés az jól esett, de már régen volt. A legfontosabb azt hiszem, hogy az volt, hogy egy kicsit az újraindítást, ezt tudjuk értelmezni az idei esztendőben is. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk pontosan ősszel, itt a pandémiával összefüggésben. Azért ott vannak a figyelmeztető jelek, hogy nem volt véletlenül sok korlátozás. Tehát, hogy erről a vírusról annyira keveset tudni, és ennek a hatásáról az ember szervezetére, ki hogy reagál, láthatólag kinek milyen poszttüneteket produkál, akár hosszú-hosszú hónapokkal később, hogy ezzel tényleg óvatosnak kell lenni. Bízunk benne talán, hogy össze nem lesznek már olyan korlátozások, de amit a szakemberek majd jónak látnak, azt szerintem érdemes komolyan venni, és nem csak így félvárva, hogy nekem ez nem árthat, mert nem tudjuk, hogy milyen szervezetre éppen abban az életritmusban milyen hatással bír, komolyan kell ezt venni. És az elmúlt félben egy kicsit újraindítani a közösségeket, az volt legfontosabb, ebben vannak sikerek, nyilván van olyan, ahol látjuk, hogy bizony nem olyan magától értetődő, nem könnyű, hogy azért ez a két év, ez nagyon-nagyon hosszú volt, de a másik oldalon meglátjuk, hogy a rendezvény élet azért az nagyon szépen újraindult a programokon, legyen kulturális vagy sportprogramok, egyre többen lettek, szerintem sokan felbátorodtak, hogy akkor újra megyünk, meg már kezdett tényleg nagyon hiányozni az életünkből. Ezt jó volt így megélni, hogyha már előbb beszéltem gyermek kapcsán a ballagásról. Ez egyik legszebb ünnepség minden esztendőben, hogy ott vannak a ballagó diákok a főtéren. És ezt most ugye megtehettük. 3 évig nem volt rá lehetőség, 2-szer a pandémia miatt, 1-szer pedig az időjárás miatt, még 2019 májusában. Most 1856 fiatal volt a főtéren. Gyönyörű volt. Tehát én azért szeretek beszélni, mert amíg beszélek, addig egyszer nézni tudom ezt a fantasztikus látványt, hogy ezek a fiatalok ott vannak, hölgyek, urak, elegánsan, csinosan fölöltözve. Azért látszik rajtuk, hogy igenis ez a dolog megérinti őket. Tehát mégiscsak ott a nevelésnek ott vannak azok az érzelmi pillanatok, amik megjelennek bennük. Egy kicsit az egymástól való elválás, a barátságok, hogy fogják átvészelni azt, hogy kicsit esetleg távolabb kerülnek egymástól az adott közösségek. Tehát ha egy-egy ilyen kis pillanatban az ember megtalálja a szépet, akkor azt hiszem, hogy ezzel össze is lehet foglalni akár egy fél éves időszakot is. Talán ez volt a legfontosabb. Hát azt beszéltük, hogy akkor még a jövőről beszélünk, de most erre nem lesz időnk, mert a műsorunk a végéhez ért.
De azt mondom, hogy folytassuk innen, majd olyan advent körül, amikor újra találkozunk, hogy akkor átbeszéljük, hogy... hogy mi minden történt aztán ezután, akkor azt majd akkor megvitatjuk. De polgármester úrral beszéltük még itt a műsor előtt, meg Janival, hogy megkérjük toronyatyát arra, hogy ami előttünk áll hétvége, hát most azt hallottuk, hogy nagyon cudar idő jön, és ugye ez itt a királyi napok szempontjából nem lenne jó, úgyhogy légy szíves, jóisten közbenjárását kérjük arra, hogy szép időnk legyen. Az igazság, szerintem az úr, ahol van, mondja azért velünk se könnyű, mert egész ideig mit kérünk két hónapja, hogy végre essen már az eső. Most azt kérjük éppen, hogy pár napig ne essen az eső, szóval nem könnyű az emberrel. És ezért főleg azért is, ugye, mert a varázshölcsögök készülnek nagyon, és hogy szeretnék megmutatni, mit tanultak itt a székesfehérvári varázslóiskolában. Úgyhogy nagyon készülünk. Igen, akkor és ott a kis közben? Szent János közben. Jó. Jó? Jó. Csak ne essen az eső. Jó. Akkor majd ezt... Beszélek. Hát vagy este már ott esett. Ott a plébánián oldnak. Éjszaka. Majd tűzijászik, hogy esett. Azt beszéltük, András, hogy éjféltől eshet. Reggel 8-ig. Vagy reggel 8 előtt. Igen. Mikor indul a program. És a szél ne legyen olyan erős, hogy a színpadok a... De mikor indul a program, csak hogy így tudjam... Mert volt ilyen, közben is megkértek engem, hogy imádkozz, csak nem mondták. Mostantól imádkozz. Csak az, hogy ugye, mert mondták azt, valahol táborban voltunk, hogy imádkozzunk azért ne legyen eső. És egész délt ugye esett, és délután toragyog, és mondta, hogy ezt nem mondtátok, hogy annak melyik szakában esik az eső. Ezért szerettem volna kérni. Akkor pontosítsuk, hogy véletlenül valami... Tehát reggel 8 előtt eshet. Így van, tehát éjféltől reggel 8-ig esett minden nap. Jó, okay. Köszönjük szépen. Köszönjük. Rajta vagyok, igyekszem, jó, aztán köszönjük. Majd a kedves nézők utólag már elmondják. Hogy jó, van. Hogyha esetleg ez nem sikerült, akkor viszont a másik része sikerült, mert hogy eddig hetekig arra kértük az atyákat, hogy az esőért imádkozzanak. Valami be fog jönni, az biztos. Szerintem van esély. Valami esélyünk. Jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Öröm volt újra látni titeket, szerintem nagyon jót beszélgettünk. És hát azt kívánom, hogy... Kicsit utána néztem ugye itt a jövőképeket illetően, legalábbis azt tudom, hogy neked jönnek szerepek, mindenféle nagyon jó, igen. Menjenek, nézzék. Nekem iskola. Téged iskola. Iskola. És hallgassanak sokat. Család és házasság lelki gondozói képzésre járok, és most már második fél év kezdődik, majd szeptembertől. No, akkor na, ehhez kívánunk sok sikert. Zsófinak a sokféle szerephez, ami most vár rád, akkor reméljük, hogy az őszi divatbemutató újra össze fog jönni, és hát Andrásnak pedig szerintem a következő napokra kívánok sok-sok kitartást, meg hát hogyha esetleg még belefér egy kis pihenés, aztán hát a többihez, ami még itt a szeptembertől kezdődő nehézségeket okozza, ehhez kívánok kitartást. Meglátjuk, hogy Mizu, majd megbeszéljük akkor hamarosan. Köszönjük! Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönjük, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.